Sziasztok, ez itt a Belemenés Rendből Eszter kézzel oda a podcastja, egy kisebb szünet után újabb adásra jelentkezünk, engem Vig Martinnak hívnak, Párt András itt van velünk az alapcsapatból, és új belépőként Szalóki Boldizsárt és Cserfalvi Karázt köszönhetjük, és velük fogjuk majd elemezni a magyar válogatott csoportban nyújtott teljesítményét. Ugye, ha a szilárd tényeket nézzük, a magyar csapat két győzelemmel és egy vereséggel, két pontot a középdöntő csoportba továbbvéve abszolválta ezt a három mérkőzést, de hát azért itt talán egy mérkőzés sem volt ebből a háromból, ami úgy alakult, ahogy arra előzetesen számítani lehetett, de akkor haladjunk az ellenfelek sorrendjében. Ugye Dél-Korea ellen kezdett a magyar csapat egy kellemes különbségű 35-27-es győzelemmel, és hát ez egy olyan mérkőzés volt, ami előtt azért sokan féltették a csapatot, mondván, hogy a koreaiak olyan stílusban játszanak, ami esetleg lehet kellemetlen a mieinknek, hogy azért az első meccseken láttuk már szenvedni a magyar csapatot, és ehhez képest szerintem ez egy magabiztos győzelem volt. Igazából az első 15-20 percben sikerült közétenni azt a különbséget, amit utána végig sikerült tartani, és nem estünk bele abba a hibában, mivel egyébként ugye egy fordulóval később a portugálok, akik végig egy ilyen nagyon szenvedős találkozón tudták csak az utolsó percekben ők kinyitni az ólót Korea ellen, de azt gondolom, hogy bemutatkozásnak ez egy teljesen korrekt mérkőzés volt, még azzal együtt is, hogy a második félidőben azért már nem volt a koncentráció szintje olyan magas. Csatlakozni tudok hozzád, Martin. Az első félidő Korea ellen az szerintem álomszerűre sikeredett. A másodikban ugyan volt egy visszaesés, de ugyanakkor meg szerintem jó volt az, hogy végig koncentráltnak, kellett maradnia az első meccsen a csapatnak. Én azt gondolom, hogy első meccsnek jó volt. Nagyon többet igazából szerintem ebből a meccsből nem is érdemes talán elemezni. Az elején mondhatjuk, hogy eldöntöttük ott a 20. perc után, leginkább 20.-30. perc között, ha jól emlékszem. Onnantól kezdve tartottuk az eredményt. Ennyi. Első meccs mindig nehéz. Nem biztos, hogy erről az ellenfélről nagyon sok információ állt rendelkezésre. Megoldották a fiúk, védekezésben azért látszott, hogy vannak sebezhető pontjaink. Ennyi. Tulajdonképpen ennél többet szerintem a Dél-Korea meccsről nem is feltétlenül érdemes mondani. Én kettőtökhöz is hozzá csatlakoznék. Martin, te mondtad még a bevezetésben, hogy egyik meccs sem úgy alakult, ahogy előzetesen gondoltuk. Na most ez nem egy tipikus első meccs volt, amit a magyar válogatott szokott játszani. Tényleg, ahogy mondtátok, ez egy magabiztos első meccs volt, ami azért ritka. Illetve a Karász mondtad, hogy védekezésben voltak hibák. De a második félidőben már támadásban is jöttek olyan dolgok, amik azért visszaköszönhettek volna később is, esetleg ugye a nyitott védekezés elleni támadásunk, ami annyira nem ment, sőt. Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy szerintem ez picit olyan, mint mikor mondjuk a Szeged meg a Veszprém játszik egy szorosabb meccset a bajnokságban, és akkor ebből akarják levezetni, hogy igazából most gödörben van a csapat, és nem tudom, csak hattal verték meg a Csurgót vagy a Gyöngyöst is, hogy azért ki szokott derülni, hogy ezeken a meccseken azért egyszerűen egy ilyen csapatnak, mint mondjuk a Szeged meg a Veszprém a bajnokságban, vagy egy Dél-Koreához képest a magyar válogatott, azért nem könnyű végig fenntartani azt a koncentrációs szintet. Tehát igazából a második félidőben úgy, hogy már megvolt a biztos győzelem, nagyon-nagyon nehéz lett volna elvárni szerintem azt a csapattól, hogy ugyanazt azt a 30 perces maximális koncentrációt mutassák, mint az első félidőben. Tehát szerintem ez így alapvetően nem volt probléma. Az tény, hogy nyitott védekezés megint zavart okozott, de igazából azért ez évtizedes problémája a magyar kézilabdázásnak, tehát hogy ezzel így annyira nem kellett szerintem meglepődni. Tulajdonképpen ugyanez, én még erre annyit mondanék, talán amit egyik korábbi tanáromtól hallottam, legjobb esés a túlesés, túlesünk az első meccsen. Így van, és utána jött egy Izland elleni találkozó, ami szerintem így nagyon érdekesen ő csapódott le így a magyar közvéleményben. Egyrészt kezdjük azzal, hogy egy bravúros fordítást mutatott be a magyar csapat. Tehát olyan utolsó 15 percet produkált ez a válogatott, amit megmondom őszintén, én
magyar csapattól egy mindkét csapat számára tétre menő mérkőzésen, egy jobb együttes ellen én nem sokszor láttam. Tehát, hogy ez az utolsó 15-20 perc, ez egy elképesztően koncentrált, nagyon-nagyon magas színvonalú játék volt. Ugyanakkor az is tény, hogy az előtte lévő 45 percben azért annyira nem rossz, mint majd a portugálok ellen, de azért egy gyengébb magyar válogatottat láttunk, és hát azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, kevesen voltunk, akik ott a 45. perc környékén nem könyveltük el a vereséget, és mégis ugye rá tudott erre cáfolni a magyar csapat, amit egyrészt mutatja a mentális erőt, legalábbis azon a mérkőzésen belül, hogy azért több olyan szakasz is volt, amikor úgy nézett ki, hogy Izlandit végleg el tudja dönteni a meccset. Másrészt ugye szerintem az az érdekes ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy mikor ilyen nagy fordításokat látunk, általában mindig szokott lenni egy fordulópont, amit úgy érez az ember, hogy na most itt történt valami olyan, ami átfordította, és legalábbis nekem ezen az Izland elleni mérkőzésen nem volt ilyen élményem, szóval, hogy nem tudom megfogni azt az egy pontot, ahol elment mondjuk az izlandiak számára, és ahol át tudtuk fordítani. Ugye sokan mondják, és ebben egyébként lehet is ráció, hogy Csemának az a taktikája, ami kockázatosnak tűnt, az végül bejött, hogy viszonylag sokat cseréltünk az első fél időtől kezdve, és ezért az utolsó percekre tudott egy viszonylag pihen sor visszajönni, míg az izlandiaknál azért az első meccsen is eléggé szűk volt a rotáció, és ellenünk is, és mintha talán náluk lett volna egy ilyen fáradtság a végén, de hogy ti hogy látjátok, mi volt az a pont, amivel át tudtuk fordítani ezt a meccset? Gyakorlatilag... Mondjad! Mert én igazából annyit mondanék, hogy az első fél időben Izland ellen csak azért lett annyi a különbség, mert volt egy 10 perces, kb. 10 perces gólcsendünk, ami sokáig úgy tűnt, hogy meghatározza a mérkőzés. Aztán én végig azt éreztem, hogy egyszer nekik is lesz, és azt jól tudtuk kihasználni. Arra a kérdésedre válasz, hogy hol lehetett a fordulópont, én így visszagondolva két helyet tudnék mondani. Az egyik a rost, amikinek az a boxolós találata, a másik, amikor a Bodó Ricsi 28-28-nál betalált, és valamelyik műsorban, már nem emlékszem melyikre, nyilatkozták azt, hogy lehet, hogy csak kétszer találsz be, de ha az a kettő olyan fontos pillanatban van, akkor az meccs döntő. És én a Bodó Ricsinél, meg a Mikler visszacserénél is ezt éreztem. Én azt akartam mondani, azzal kezdeném, hogy szerintem, hogyha az Izland meccset elemezzük, akkor gyakorlatilag egy meccsen belül minimum két találkozóról beszélhetünk. Gyakorlatilag volt egy 42-43 percig egy meccs, amin belül is voltak szakaszok, de tulajdonképpen ott az utolsó 15-18 perc, bocsánat, az, mintha egy ilyen teljesen külön történetként állna előttünk, és én megmondom őszintén, hogy szerintem nem egy pillanat van, ahol átfordult, viszont mindegyik olyan mozzanat, olyan akció, ami változást hozott a meccs folyamába, az egy dologra vezethető vissza, ez pedig a már általatok is említett cseretaktika. Gyakorlatilag mindegyik olyan comeback momentum, tehát amikor visszajöttünk, az valamilyen formában cserejátékoshoz, vagy a visszacserélt Miklerhez köthető. Tehát ugye a Rostamiki is padról jött be, a Bodó is a padról jött be, a Mikler ugye egy visszacsere volt, tulajdonképpen minden egyes apró lépés, amit elkezdtünk megtenni, az ehhez vezethető vissza. Tehát ez ennek az egésznek az eredője, a cseretaktika, ami nagyon jól működött. Hogy az első 42 percre, vagy 41 néhány percre mit mondunk, abban szerint az András mondott egy érdekeset, hogy volt egy 5-0-ás széria, és ugye körülbelül ez az 5-6 gólos különbség alakult ki. Tehát tulajdonképpen lehet úgy megfogni, hogy azon kívül pariban voltunk, egál körüli meccs volt. Én ott is azt mondanám, hogy az elején azért ez tőlünk egy sokkal nagyobb erőfeszítés volt, hogy 8-8-ig, 9-9-ig, 8-8-ig voltunk ugye ilyen plusz egy egál, vagy mínusz egy egál, tehát ott folyamatosan billegtünk ezen az egál körüli eredményen, és utána jött ez a rossz sorozat, azt hiszem 8-8-ról lett 13-8 talán oda. Már 8-8-ig is szerintem úgy néztünk, mint aki kapkod a vízfelszínen, tehát már ott is azért a fúdoklás határán voltunk néha, ott nem jött be a csere. Tehát ott a csere annyit tudott segíteni, hogy a kezdőjátékosok pihenhettek, de játékban nagyon megrekedtünk. Fél idő végére nagyjából visszastabilizáltuk magunkat, de
kontroll alatt tartotta Izland a meccset, viszont a 42. percben egyszerűen kipukkadtak. Nálunk a friss vagy visszacserélt emberek mindenki hozzá tudott egy-két momentumot rakni, és gyakorlatilag ebből felépült egy ilyen extázis körüli állapot. Én azt gondolom, hogy ez az Izland meccs, ez nem volt egyedülálló, én ezzel vitatkoznék, és lehet, hogy itt egy, hát ezt én mondhatom, lehet, hogy itt egy korkülönbségből adódó nézetkülönbség van. Én azért nagyon tisztán emlékszem, hogy 2007-ben első meccsen a dánokat megvertük a VB-n, és ott is ugye csere emberek váltak nagyjá, meg visszacserélt emberek, ugye a Pulyezevic féle legendás védések. Tehát voltak már ilyen meccsek, sőt, én azt gondolom, ahogy ezt le is írtam, ez ennek a magyar válogatottnak gyakorlatilag az egyik védjegye, hogy ilyen meccseket nyerünk. A magyar-izlandi dráma az megint jött, legyen szó futballról, legyen szó kézilabdáról. Hát aztán azóta most már nem vagyunk annyira boldogok, és majd a portugál meccs meg a csoport helyzet elemzésénél szerintem azért jobban belemegyünk ebbe. Utólag az tűnik körvonalazódni, vagy az látszik körvonalazódni, hogy ezt inkább Izland vesztette el, ezt a meccset. Én, bocsánat, Boldizsár, nem akarom beléd folytani a szót, csak kicsit arra reflektálnék, hogy én abban érzem kiemelkedőnek ezt a mérkőzést, hogy egy nálunk szerintem keret alapján erősebb csapat ellen, ez még stimmel le a dára is, de egy olyan mérkőzésen, ami mindkét csapat szereplése szempontjából döntő jelentőségű. Tehát azért azt szoktuk meg, hogy ezek a bravúrok többségében olyan meccseken jönnek, ami az ellenfélnek vagy nem annyira fontos meccs már, vagy még mondjuk a torna elején egy ilyen alacsonyabb felkészültségi szinten érjük utol őket, és számomra azért kiemelkedő ez a meccs, mert hogy ugye az előzetes számolgatásnál lehetett tudni, hogy ez a találkozó mindkét csapat számára nagyon-nagyon fontos a továbbiak is az olimpiai selejtező kivívása szempontjából. Igen, azért itt egy valamit kiemelnék, hogy nem feltétlenül akkor jött az az 5-6 gólos különbség, amikor az első fél időben a leolvadásunk volt. Ugye a fél időben még csak 3-4 körül billegtünk, és ez a második fél idő elején lett 5-6. Úgyhogy itt, amit Karesz mondott, tényleg egy teljesen két különböző meccset láttunk, és én őszintén szóval nem is láttam jönni vissza, és néztem egyébként a meccset még egyszer, és továbbra sem láttam, hogy hol volt az, ami megfordította a meccset. Nem, és itt nem pillanatra gondolok, hanem a teljesítményben nem láttam, hogy valaki jön majd, és akkor a hátára veszi, és akkor cipeli a csapatot. Nyilván a Miklernek a visszaállítása az egy nagyon jó húzás volt, és ez az, amit nem emeltünk ki az első meccsel kapcsolatban, hogy ott gyakorlatilag nem volt kapus teljesítményünk. Míg ugye ez a második meccs 45. percére megérkezett, és szerintem majd nyilván beszélünk a portugál meccsről, de ez a portugál meccsnek talán az egyetlen pozitívuma lehet. Igen, és egyébként érdekes volt, hogy a végén az az Ellison hibázott egymást nem több helyzetet, aki egyébként nagyon érdekes szerepet tölt ugye ebben az izlandi válogatottban, mert hogy ő itt gyakorlatilag a meccsenként 9-10 helyzetet elvállaló játékosok közé tartozik, és ugye korábban voltak neki olyan évei, mikor ebből azért stabilan mondjuk 8-at be is lőtt, és most meg azért nagyobb kilengései vannak a teljesítményben, ugye azért Veszprémben is láthatunk tőle gyengébb mérkőzéseket, és itt is ugye, ha jól emlékszem, az első Izland-Portugál meccsen volt egy ilyen nagyon érdekes hullámzás a játékában, hogy volt, hogy 2-3-at kihagyott egymás után, utána 6-7-et belőtt, aztán megint hagyott ki, és hogy ellenünk is nagyon jól játszott egy ideig, és utána viszont 3-4-et egymás után a végén kihagyott. Igen, ez csak annyit, hogy azért egy szélsőnél valószínűleg nem mindegy, hogy mennyire van játékban Igen. Az adott játékos, tehát nyilván a Bundesligában első számú szélső volt ott, nyilván megkapta a lehetőséget, meg volt a magabiztossága, azért Veszprémben nem játszik annyit, mint amennyit szerintem ő is szeretne. Ezért gondolom nála ezt a kilengést. És azért, bocsánat, még egy gondolat, hogy azért, hogyha megnézzük a statisztikáit, ez a 70-75% körüli lövő teljesítmény, hogyha megnézitek, hogy egy ilyen egész tornára vetítve
szélsők milyen százalékokat szoktak lőni. Ez a 70-75 százalék, ez még mindig azért nagyon picit átlag fölötti, vagy legalább az átlagot hozza. Na most átlagot hozni ennyire magas számokkal, tehát ennyire sok lövésből azért szerintem nehezebb egy szélsőnek, és ő 60 perces játékos az izlandi csapatban. Tehát én azt gondolom, hogy amikor mondjuk az izlandi csapat megtervezi a meccs stratégiáját, akkor ők pontosan tudják, hogy oké, az Ellisonnak le fog menni 10-12 labda, nem fog 10-12-t bedobni, 7-8-at fog bedobni, 13 per 9 volt talán ellenünk a lövőlapja, vagy a lövő mutatója. Statisztikailag ez nagyon jó. Az, hogy egy 6-8 perces sávba három hibája becsúszik, az volt itt a döntő tényező, és ez viszont egy extrém eset. Tehát, hogyha megnézitek a... Most nem, én sem vagyok statisztikus. De hogyha megnézitek a számokat, a nagy átlagai, a statisztikája, az tök jó, de az egy nagyon extrém, nagyon-nagyon egyedi dolog, hogy ő tényleg, és ráadásul végjátékban első. Tehát nem az, hogy az első 6 percben rontott hármat, hanem végjátékban. Azt a portugálok ellen csinálta. Így van, így van. Tehát a három hiba az szerintem kalkulált, a statisztika, a százalék, amit hoz, az jó. Ezek az érdekes kilengések, ezek valószínűleg tényleg inkább a formának, meg a játékperceknek köszönhetőek klubban és válogatottban és a kettő közti eltérésnek. Igen, egyébként, amit mondasz, azt szerintem nagyon fontos, és majd ez a portugál meccsre át is vezet minket, hogy egy csapat hogy kalkulál a szélsővel, tehát hogy mikor egy szélső hozzá van ahhoz szokva, vagy lemegy akár 12-15 labda egy meccsen, és abból kell mondjuk 10-et belülni, és te vagy a hős, vagy ha ahhoz van hozzászokva, hogy lemegy 1-2, de a következő meccsen meg le fog menni 10, és abból neki is be kellene dobni azt a 8-at, és nem fogja tudni, és nem azért nem fogja tudni, vagy nem csak azért nem fogja tudni, mert nincs olyan szinten, hanem mert egyszerűen nincs hozzászokva, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem beszéljünk még egy kicsit egy taktikai újításról, amit ezen a meccsen láthatunk a magyar válogatott, ugye egy akcióig, és majd a portugálok ellen sem sokkal tovább, de három beállóval játszott 7-6 ellen a magyar csapat, és ugye ezzel kapcsolatban egyébként megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire jó húzás, hogy a keret kialakítása szerintem abszolút alkalmas erre, hiszen jó beállóink vannak, és ugye a cél az, hogy mivel három beálló van, a fal nem tud annyira kilépni, és az átlövőinket így meg lehet lövetni, tehát szerintem ez egy logikus elgondolás, viszont ugye a gyakorlatban meg azt láthattuk, hogy talán kicsit túl is telítettük a falat, és nagyon nehezen, mikor már betöréseket próbáltunk ebből csinálni, akkor az látszott, hogy ez nagyon nehezen fog menni, és ilyen kiszorított helyzetekből volt Hanusznak talán egy ilyen betörés, ami lehet, hogy lehetett volna egyébként a 7-est adni, de a lényeg az volt, hogy jobb kézzel egy kiszorított helyzetet tudott csak bevinni, tehát nem volt igazán jó a helyzet. Igen, igen, ez a... Bocs, mondj csak. Igen, ez nekem is újítás, ez a három beállóval lévő taktika. Én azt hallottam, hogy Chema Rodriguez ilyet már csinálta a Benficánál. Ott valószínűleg jobban működik, mint nálunk. Chema nem, hogy csak csinált ilyet a Benficánál, hanem ezzel nyerték meg tulajdonképpen a tavalyi Európa Liga döntőt. Ott volt szerintem így a nagy színpadon először ez a három beálló, viszont szerintem, és ebben Martinnal egy kicsit vitatkoznék, hogy szerintem viszont nincs meg a három minőségi beállónk ehhez. Kettő minőségi beállónk megvan, a harmadik hiányzik, és mindenképpen mind a három beállónak opciónak kell lennie ahhoz, hogy ez a játék működjön. Mert mind a három beállónak nem elég csak, hogy leköti a védőket, hanem kvázi labdamágnesként is funkcionálnia kell, hogy bármikor kaphat is egy labdát, és nem csak kívülről lőhetnek, illetve amit itt még azért kiemelnék, és nem feltétlenül a három beállós 7-6-tal kapcsolatban, hanem egy sima 7-6-tal kapcsolatban, hogy ezt is... Ugye lehetne többet játszani, viszont ehhez szükség lenne olyan irányítóra, vagy olyan játékosokra, akik többet tudják minőségében jobban tudják megjátszani a beállókat, és mellé nem csak a beállókat tudják jól megjátszani, hanem opció is van mellette. Tehát akár betörés, akár átlövés, ugye Bodó a portugálok ellen
szinte kapura se nézett néha. Tehát volt olyan támadása, amikor nem is nézte a kaput, hanem egyből rögtön, hogy a Bánhidi megjátszható-e. Ezt láttam rajta. Nyilván egyébként neki ez a jó meccsei közé tartozott, tehát hogy nem szeretném most őt itt szapulni, tehát ez nem rá irányult. Itt azért kint is szükség van olyan játékosokra, akikkel ezeket a játékokat le lehet játszani. Megpróbálom nagyon röviden, mert szerintem ebből rengeteg dolgot le lehet vezetni ebből a három beállós történetből. Az egyik, hogy a több néha kevesebb. Tehát attól, hogy beraksz három beállót, nem feltétlenül lesz jobb. Hogy vannak-e minőségi beállósaink, ezt most ne nyissuk meg. Tehát szerintem ez visszavezet oda, hogy a keret hogy alakult. Minden edzőnek vannak ilyen fixa ideái, szerintem Csema tudta, hogy ezt a három beállós játékot, hogy ez annyira meglepő, annyira az ő egyedi dolga, lehet, hogy ezért vitt három beállót. Úgyhogy itt lehet, hogy egy kicsit az irány az fordítva van, és lehet, hogy ez akkor megmagyaráz egy-két kérdést mondjuk a keret kialakítással kapcsolatban. De a keretről megint 26 dolgot lehetne beszélni. Ami szerintem kulcsfontosságú, és nem vagyok Németh András hűrajongója, de Németh Andrásnak volt egyszer egy nagyon éles mondata, amikor a dánok elkezdték ezt a 7-6-ot a női mezőnyben játszani, ugye nem a buhóckodásra gondolok, hanem amit utána mondott az értékelőben, hogy számon lehet őt kérni, vagy talán ez lehet, hogy ez egyel utána levő verseny, hogy számon lehet őt kérni azzal kapcsolatban, hogy 7-6-ot miért nem játszunk. De azt mondta, hogy értsük meg, hogy egy válogatott, aminek van egy évben nagyon limitált mennyiségű napja, hogy felkészüljön, és akkor is fluktuál a keret. Tehát nem ugyanazzal a 20-22 játékossal dolgozol az összetartásokon, hanem 40-nel, ami egyrészt ugye figyelmet elveszítesz, másrészt nem ugyanazzal a 40-nel, mert mindig van sérült, beteg, nem jön, mit tudom én. Azt mondta, hogy nem lehet olyan dologra, tehát ő nem kérhet olyat egy kulcsmeccsen, egy világversenyen, kiélezett helyzetben, amire nincsenek felkészülve. Tehát a semmiből nem fogsz tudni egy ilyet megcsinálni a pályán. És én ezt éreztem most is, hogy már a két beállós játékot sem nagyon játsszák ezek a játékosok. Finoman bánunk a szavakkal, ennek a játéknak a megszervezéséhez is kell minőség, és az sem biztos, hogy rendelkezésre áll ebben a magyar csapatban. Nem az ennek a csapatnak a profilja. Itt nem virtuózok játszanak. Ez egy jó iparos csapat, ami jó kiegyensúlyozott, jó csapat teljesítménnyel tud eredményeket elérni. Én nem vagyok abban biztos, hogy mi erre kompatibilisek vagyunk erre, vagy ezzel kompatibilisek vagyunk ezzel a három beállós játékkal, bármennyire is védjegye Csema Rodrigueznek. Igen, mert egyébként azt szerintem fontos kiemelni, amit a Boldizsár is mondott, hogy azok a csapatok, amik alapvetően akár mondjuk a két beállós játékot vagy a 7-6-ot jól játszák, ott mindig van egy olyan középső, vagy irányító, vagy balátlövő, aki ilyenkor középre húzódik, aki ezeket nagyon jól le tudja osztani. Tehát, hogy Kanyé ezt tudja mondjuk ezt nagyon jól csinálni, a Nenadics tudja nagyon jól csinálni, hogyha éppen jó napja van. Tehát, hogy kell egy ilyen típusú játékos, és ami még fontos, hogy ugye ilyenkor három opció van, mert vagy ülő, vagy a beállónak játszik, vagy úgy nyílnak területek mondjuk az egyik szélen, vagy az egyik átlövőnek, hogy oda tudja adni, és hogy ennek mind a három opciónak meg kell lennie ahhoz, hogy ez egy igazán nagy fegyver legyen, és amikor már az ellenfél tudja, hogy igazából mondjuk van kettő jó indulattal, de lehet, hogy csak másfél opció, akkor azért azt könnyebb levédekezni, mint hogyha ez tényleg rendelkezésre áll teljes fegyverzettel. És megnézzük azt a portugál meccset? Mert szerintem... Hát szerintem igen, nagyon pedzegetjük, már nagyon karcolgatjuk, hogy itt mi is történt, és kicsit azt érzem, hogy a nagy öröm is elmúlt az Izland meccs után, most így már, hogy láttuk, hogy mi történt utána. Hát igen, és hát adódik a kérdés, hogy mi történt, mert ugye itt sok, sok elmélet van ezzel kapcsolatban, hogy ugye az egyik, amit például most reggel hallgattam a Vox műsorát, abban például arról beszélgettek a srácok, hogy szerintük elsősorban fizikálisan fáradt el a magyar csapat. Ugye nyilván a másik, amit fel lehet vetni, ugye, hogy mentálisan, hogy viselte, ugye, mert ezt ugye sokan elfelejtik az elmúlt évek világversenyi kapcsán is, hogy ugye az elmúlt években vegyük ki ebből a tavalyi EB-t, mert mindjárt mondom, hogy miért, de hogy az elmúlt években ugye a férfi válogatott, mondjuk ezzel az új szakmai stábból azért jól szerepelt, jobban szerepelt, mint amiket lehetett várni a világversenyeken, de azért azt is fontos látni, hogy
azt a plusz lépést ezzel a kerettel és ezzel a szakmai stábbal sem tette meg soha a válogatott. Tehát, hogy 2020-as EB-n, ugye bemutatkozásként sok hiányzóval, sok fiatallal, nagyon jól elindult a csapat, de amint elérhető közelségbe került, hogy itt akár ebből az EB-ben még az olimpiai selejtezés kisült, akkor két tök sima vereséget az utolsó két meccsen. Aztán a 21-es EB, ami szerintem hosszú idő óta a legjobb felnőtt férfi világverseny volt, ott jött egy franciák ellen negyeddöntő, ami kapcsán azért szerintem nem nagyon lehet elővenni a csapatot, mert az egy végletekig kielezett meccs volt, egy jobb csapat ellen végül kikaptunk, tehát hogy az így papírforma, de a lényeg az az, amit ebből a monológból ki akarok hozni, hogy megint azt lehet látni, hogy azért mikor megteremtjük, és magunknak teremtettük meg ezzel az Izland elleni győzelemmel a lehetőséget, hogy az olimpiai selejtező most már nem csak egy ilyen optimista célkitűzés legyen, hanem tényleg realitás, amihez csak a kötelezőket kell majd behúzni, akkor azért megint nem sikerült ezt a lépést megtenni. És ugye azon is lehet szerintem itt beszélgetni ezzel kapcsolatban, vagy arról is lehet beszélgetni ezzel kapcsolatban, hogy a sipos kiállítás az az ok, vagy a következmény volt, és szerintem, vagyis legalábbis én inkább a B opció felé hajlok, ami azt mondatja, hogy az már a csapat általános állapotának egy kivetülése volt, és nem amiatt került ilyen állapotba a csapat, de nyilván ez egy teoretikus kérdés, tehát hogy igazából nem ezen múlik, de hogy végül csak megint oda jutunk ki, hogy mi történt. Ha szabad kezdeni, itt szerintem két dolgot vetettél fel. Az egyik, az maga a portugál meccs, a másik meg, hogy hol van a helyünk a kézilabdázásban. És szerintem érdemes ezzel az utóbbival kezdeni, hogy egy picit úgy a mi saját szurkolói kilengéseinket kontrolláljuk. Nyilván ezek meccs alatt, meg meccs után jönnek, de egy picit lehigadva érdemes ezt kettőt hátralépni. 2003 óta a világbajnokságokon a következő helyezéseket értük el. Volt egy hatodik helyünk, volt egyszer, amikor nem jutottunk ki, 9., 6., 7., 8., nem jutottunk ki, 7., 10., 5. Gyakorlatilag ez az elmúlt 10 világbajnokságon folyamatosan az 5. és a 10. hely között vagyunk. Kivétel nélkül, két eset volt, amikor nem jutottunk ki. Azt hiszem az egyik az akkor nagyon feltörekvő norvég válogatott ellen volt, talán egy selejtezőnk ott az aténi olimpia környékén, nekem valami elrémlik, de erre azért most nem esküdnék meg, hogy a 2005-ös VB-re szerintem így nem jutottunk ki. Ez a csapat, ez az 5. és a 10. hely között van VB-ken, és ennél picit rosszabbul szokott szerepelni az EB-ken. Mi ennek az oka? Folyamatosan azzal küzdünk, hogy van egy nagyon jó első sorunk, és nem nagyon vannak csere opcióink. Vékony a csapat, nincs meg a csapat mélysége, és az általad is említett fizikai hiányosságok, paraméterek miatti sajátosságok révén egyszerűen mi nem férünk oda az elitbe. Amit a beharangozó cikkben is írtam, a magyar válogatottnak az elittől az a távolsága, vagy az a különbség az elit és a magyar válogatott között, hogy mi nem tudunk sorozatosan jól játszani. Nekünk van egy-egy jó meccsünk, és aztán jön rá egy rossz, vagy kettő. És hogyha megnézed játékosok szintjén, ott is ugyanez van. Jön egy jó megoldás, esetleg kettő, és aztán jön két hiba. És ez gyakorlatilag minden egyes játékosunkra, és minden egyes világversenyünkre tökéletesen ráéleszthető ez a minta. És megint ez történt, hogy elkaptunk egy olyan csapatot, aki kicsit lenézett, kicsit hagyott teret, picit elfáradt, tök mindegy, mi történt. Elkaptunk egy nagyot, nem elég, de egy nagy csapatot, és a következőtől nagyon kikaptunk. Hogy mi történt ezen a meccsen, ez a csapat ez egy kilugozott, fáradt, fásult csapat volt tegnap. Ebben a csapatban sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt meg a győzelem, nem volt benne a győzelem. Ez az első pillanatoktól látszott. Tehát a siposféle kiállítás ezt tökéletesen mutatta, és nyilván ott helyben reménykedtünk, hogy ez csak valami egyéni hülyeség, bocsánat a szóért, de hát erre nem lehet jobbat mondani, de a valóság az, hogy kiderült, hogy azért nagy véletlenek az élsportban ritkán vannak, maradjunk ennyiben. Tehát Sipos azért ütött oda fejre, mert egész egyszerűen az egész csapat káva volt, és ő is. Nem voltak ott, nem koncentráltak, és ez ugyanaz, amit látunk gyakorlatilag 20 éve. Hogy ezen hogyan lehet túllendülni, azt szerintem most itt nem fogjuk megfejteni, vagy megpróbálhatjuk, de nem vagyok benne biztos, hogy mi leszünk ebben a nagy úttörők. De jó lenne megfejteni, mert azt gondolom, hogy
ez a csapat, ezt a csapatot nagyon nagy szeretet és támogatás veszi körül, és ez Izland ellen megint felélénkült, és fellángolt, és most a portugálok ellen meg megint egy picit elvesztették ezt a szurkolói támogatást, hogy megint egy picit úgy visz, jó, hát akkor mégsem vagyunk olyan jók. Nekem egy gondolatom van még, szintén a Vaxban is elhangzott, tegnap beszéltük mi is, meg másokkal is megbeszéltem. Ez nem volt egy jó portugál csapat tegnap. Ez egy jó indulattal átlagos portugál csapat volt, és az a kapus teljesítmény, amit láttunk, ne vakítson el senkit, abból a 17-8 védésből 13 az gyakorlatilag fél magas a kezébe dobott labda volt. Amire azt mondom, hogy szépen fegyelmezetten bement a sánc, semmi extra védés nem volt. Nem arról volt szó, hogy bement a sáncolt oldalra, de ott hagyta a másik oldalon a lábát, és azzal még valamit parádézott. Semmi extra védés nem volt, gyakorlatilag talán egy vagy kettő zicser védés volt benne, ami tényleg extra volt. Rommá dobtuk a kapust. Tehát kidobóst játszottunk vele. De ez mind ugyanoda vezethető vissza, a fejben, testben nem voltunk frissek. Ennyi történt. Tulajdonképpen én is ezt akartam mondani, abszolút nem voltunk frissek, és tartom, és én még annyit mondanék, amit valahol te is sugaltál, hogy ha a sípos nem állítják ki piros lappal a mérkőzés elején, könnyen lehet, hogy a végeredmény, bár szerintem kisebb különbséggel, de szerintem akkor is kikaptunk volna. Egyetértek. Igen, itt azért mondtad, Karesz, hogy ez nem volt egy jó portugál csapat. Szerintem mi a portugálokkal nagyjából ugyanazon a szinten vagyunk. Mind a két csapat olyan erőkből áll, olyan csapata van tulajdonképpen, hogy bárkit képes elkapni az elitből, hogyha olyan meccse van, vagy van egy olyan fázisalás, ami 15 percünk Izland ellen, képesek elkapni az elitből valakit. Lásd, hogy a portugálok a franciákat sakban tartották majdnem 2 éven keresztül. Viszont cserébe a másik oldalról bárkitől képesek kikapni. Most ez ránk nem feltétlenül igaz, ránk ez úgy igaz, hogy képesek vagyunk egy Izland elleni euforikus győzelem után egy ilyen meccset lehozni Portugália ellen. A portugáloknál pedig ez úgy jön ki, hogy például az olimpián kikaptak Japántól és kiestek a csoportból. Tehát ebből a szempontból a kilengések megvannak, viszont nagyjából, ha azt nézzük, körülbelül ugyanaz a két csapatnak az erőssége, és nyilván nem volt benne előzetesen, hogy ez 7 gólos vereség lesz, ez már nyilván annak a következménye, hogy mennyire vagyunk fejben gyengék, mennyire vagyunk fizikálisan elfáradva, de az simán benne volt, hogy ugye szokás szerint nem tudjuk hozni a két jó meccset egymás után, viszont szerintem a magyar válogatott teljesítménye valahol a két meccs között van, az izlandi és a portugál meccs között van. A valós teljesítményünket egyik sem mutatja meg jól. Valahol az izland elleni meccs első fél ideje, szerintem az lehet a magyar válogatottnak a valós tudása. Ahol még nem volt meg az a gólcsend, az a 10 perces gólcsend, amiről beszéltünk. Tehát amikor még úgy kapálózva, ahogy Karesz mondtad, kapálózva, de a vízfelszínen maradtunk Izland ellen, nagyjából szerintem az lehet a válogatottnak a valós tudása, és ettől tudunk nagyon nagy kilengéseket produkálni. Lásd az Izland elleni utolsó 15 perc, vagy lásd a mostani első 15 perc. És akkor folytassuk egy olyan szemponttal, ami szerintem nem csak ennek a mérkőzésnek a kapcsán érdekes, hanem úgy általában a magyar kézilabdázásban ez egy forró téma, ugye a szélsőjáték, amiről hát itt már a torna előtt is beszéltünk, hogy mennyi labda fog lemenni a szélre, abból milyen százalékban szerezzük a gólokat, és ugye az első két meccs ebből a szempontból szerintem papírforma szerűen alakult, hogy nem ment le sok labda a szélre, de azokat a szélsők azért viszonylag jó százalékkal bedobálták, még akkor is a Petrónak a dél-koreai meccsen is voltak azért sorozatban kihagyott zicserei, de azt rá lehetett fogni erre a már említett koncentráció csökkenésre.
Ezzel együtt ezen a meccsen sokkal több labda ment a szélre, és sokkal rosszabb százalékban dobták be a szélsők a helyzetet, mint amire számítani lehetett. Ugye nyilván ez egy ilyen okokozati dolog, mint minden a kézilabda pályán, hogy a portugálok jól felkészültek a magyar alapjátékból, Báhidin általában két-három ember volt, az átlövésekre azért kikilépegettek, bár abból azért tudtunk volna eredményesebbek lenni, hogyha nem mindig az egyértelműeket lőjük, amit a kapus tudott, és akkor ugye nyilván a szélen helyzet nyílt, és hát sajnos most ezt nem sikerült kihasználni, mert hogy nem néztem meg pontosan a statisztikát, ha valaki ezt megteszi, azt megköszönöm, de hogy így szemre ilyen 50% körüli lehetett a szélső helyzet kihasználásunk, ami azért egy olyan szint, amivel nem nagyon lehet meccset nyerni. Igen, tehát sajnos azt kell mondani, és ez lehet, hogy adódhat abból is, hogy egy szélsőnk van gyakorlatilag az egész mérkőzésen, hogy a szélsők azok, ha biztos kézzel lőnek, akkor nagyon biztos kézzel, ha pedig elbizonytalanodtak, mint a portugálok ellen, akkor pedig semmilyen szinten nem ment. Mondjuk a portugálok ellen gyakorlatilag, hát én azt mondtam, hogy az volt a rossz meccsünk a tornán, ennél már csak jobb jöhet, és szerintem legalább az egyik oldalra kellene két szélső. Hát az első kérdés az, ahogy itt Martin fel is vezette a kérdést, az azért meg lehet nézni ezen a szinten, hogy mi a meccs, meg lehet nézni egy kicsit magasabb szinten. Engem, ami nagyon frusztrál életkoromból adódóan, én valahol egy ilyen váltást láttam ott a 2000-es évek eleje környékén a szélsők szerepében a magyar kézilabdában, és anélkül is nagyon ilyen történelmi jellemzésekből bocsátkoznék, mert nem is akarok, meg nem is tisztem. Egy idő után elkezdtem folyamatosan azt hallani, bárkit vittek be stúdióba, ilyen szakértőnek, meg edzők, meg játékosok is, meg ex-játékosok, hogy hát a szélsők helyzete, a szerepük, hogy nem arra épül a játékunk, nem ez, nem az, nem amaz. De hogy tudják, hogy változtatni kellene. És nekem ami nagyon furcsa, hogy olyan, mintha szakmában dolgozó emberek ilyen passzív potyautasként néznék a történéseket, és egyszerűen tudjuk, hogy a szélső az egy nagyon jó befektetés lenne, de megint visszamehetünk oda, hogy egy szélső, egy jó szélső 70-75-80%-ban bedobja a helyzeteit. Most nyilván itt a helyzetek minősége is számít, egy igazán jó szélső, stabilan, éves vagy teljes torna átlagban, olyan 75% körül bedobja a helyzeteit. Egy átlövő, még ha átlag fölött is értékesíti az átlövéseit, akkor sem nagyon fog 60% fölé menni. Tehát magyarul ez egy borzasztó egyszerű elemi matematika, hogyha kitalálsz egy olyan játékstratégiát, játékstruktúrát, ahol a szélsőknek jó helyzeteket tudsz teremteni, és ott olyan ember áll, aki tényleg csak átlagosan 70-75%-a bedobálja ezeket a helyzeteket, akkor te szépen el tudsz kezdeni egy eredményesebb támadójátékot játszani. Arról nem beszélve, hogy ugye mit hallunk mindig a szakemberek, hogy szélesíteni kell a játékot, mert akkor középen is több hely van. Ha középen több hely van, akkor megint középen vannak variációs lehetőségek, akkor lehet átlőni, lehet betörni, lehet a beállót megjátszani. Tehát a szélső játék az nem csak önmagában egy hatékony játék, de megnyitja a teret a többi játékelem és a többi befejezés felé is. Ennek megfelelően szerintem borzasztó nagy kihagyott zicser gyakorlatilag, hogy 20 éve azt hallgatjuk, hogy hát a szélsők így, a szélsők úgy, de nincsenek igazán jó szélsőink. Nem megbántva senkit, az, hogy ezt az 50% körüli teljesítményt, amiről beszéltünk, hogy ehhez nekünk játékost kell honosítani, ez megint egy nagyon súlyos kritika a szakma felé. És nem az egyénre, és nem Pedróra kell ezt kihegyezni, de hogyha egy olyan szélsőt, aki ezt tudja hozni, ezt ilyet mi nem tudtunk ezek szerint kinevelni 15-20 éve, az azért nagyon nagy baj. Tehát az azért egy komoly probléma. A keretről is tettünk már egy-két ilyen félmegjegyzést, hogy miért van egy-egy szélső a meccsekre nevezve, nyilván ez több tényező, ezen is el lehet gondolkodni, hogy feltétlenül ez-e a jó irány, lehet-e ma férfi kézilabdában világszínvonalon egy világversenyt úgy lejátszani, hogy egy posztra, bármelyik posztra, egyetlen embered van folyamatosan 60 percről most már három meccs óta. Szerintem a tegnap látott teljesítmény alapján az a válasz, hogy ennek vannak korlátai. Bármennyire is jó játékos, jó fizikumú, nem jó, tök mindegy milyen játékosok, itt vannak korlátok, amiket nem lehet egyszerűen
átugrani. Ami még szerintem fontos, és bár megkritizáltam egy kicsit a portugál csapatot, vagy egy kicsit úgy degradáltam őket, hogy nem volt ez egy jó portugál csapat, jól felkészített portugál csapatot viszont láthattunk a pályán, akik teljesen tudatosan adták fel a szélsőknek a lehetőséget, tudva, hogyha középen a mi első és második számú taktikai fegyverünket, azaz a beálló játékot és az átlövőket megfogják, és oda nagyobb erőket koncentrálnak, akkor a szélről egész egyszerűen ők valószínűleg ez egy tudatos döntés volt, hogy ők hagyták a szélsőinket jobban lőni. Főleg a második fél időben volt ez nagyon éles, nagyon sok helyzet nyílt, mint Pedro, mint Boka előtt, és a kapusuk bizonyára az ő felkészülését meg elhegyezték ki, hogyan kell a magyar szélsők ellen védeni, mik azok a kedvenc lövéseik, és tökéletesen működött ez. Az a baj, hogy ezt végig gondolva, ez ezen a szinten nem egy nagy feladat. És nekem azért vérzik a szívem, hogy ezt az ellenfél csinálta meg, és nem mi. Bocsánat, nem akarom a többi ebből belefolytani a szót, csak két dolog eszembe jutott. Az egyik, hogy nem beszéltünk össze, de én gyakorlatilag ugyanerre akartam kifutatni a beszélgetést, hogy úgy érzem, hogy az egész magyar szakma részéről ez egy ilyen elfogadott helyzet lett, hogy hát nekünk nincsenek szélsőnk, és akkor mindenki bemegy, lenyilatkozó a stúdióban, szövetségkapitány elmondja, hogy igen, hát nekünk nincsenek szélsőnk, és hogy szinte úgy kezeljük ezt, mintha ez egy adottság lenne, ami nem lehetne egyébként változtatni. Tehát, hogy nekem is ez a legfőbb probléma. A másik pedig, hogy én azért emlékszem, amikor Ljubomir Vranjes volt a szövetségi kapitány, aki azért, hát, listelenül távozott Veszprémről is, és Magyarországról is. Ugye ő csinálta meg azt, hogy egy Európa bajnokságra úgy ment ki, hogy gyakorlatilag teljesen feladta a szélső játékot. Minden meccsre egy szélső volt benevezve, a keretben sem volt nagyon senki. És emlékszem, hogy ahogy lement ez az EB, ugye tök utolsóként kiestünk a csoportból, és mindenki ezt elemezgette, hogy hát igen, a modern kézilabdában ilyet nem lehet ezt csinálni, nem lehet ezt is van, stb. Stb. És most eltelik X év, és belelépünk ugyanabba a csapdába, és számomra azért is szomorú ez, mert egyébként én el tudom fogadni azt az érvelést, hogy mi nem a szélső játékra egyezzük ki, és ezért a keretet is úgy állítjuk össze, hogy azokon a területeken töltjük túl egy picit a csapatot, ahol egyébként mi jobbak akarunk lenni. Csak ugye Csema Leimetert nevezte be mondjuk az egyik szélső helyére, aki egy másodpercet nem volt a pályán. Tehát nekem itt van igazából anomália, hogy benevez egy olyan játékost, aki utána nem lép pályára, ahelyett, hogy mondjuk legalább az egyik szélen lett volna a B opció. És valószínűleg egyébként úgy gondolkodhatott, hogy ugye Ancsin sérült már az első meccs óta, és mi van, hogyha ő adott ponton azt fogja érezni, hogy nem bír tovább játszani, és akkor az átlövő játékunknak meg kell a biztosítás, de hogy valahol azt érzem, hogy egy poszton nem biztosíthatod magad annyira túl, hogy azért másik kettőt meg feladj. Igen, nagyon sok minden eszembe jutott arról, amit mondtatok, de először akkor elmondom a saját teóriámat. Az, hogy nincsenek szélsőink, ez nyilván csak a szakma hibája. Tehát, hogy a szélső játék az, amit meg lehet tanulni. Amire lehet embereket nevelni, hogy szélen jól játszanak. Ha megnézzük azt, hogy ki játszott, vagy ki volt a keretben, ugye a bő keretben a széleken, azért nem volt kevés ember, tehát 5-5 emberből válogathatott Csema. Nyilván voltak abban a bőkeretben is olyan játékosok, akiket azért hívtak meg, ugye ezt el is mondták, hogy junior válogatott játékosok, hogy szokják a légkört. Azt hiszem, hogy még valamikor novemberben olvastam Terjék Rolanddal egy interjút, aki szintén ugye tagja volt ennek a bőkeretnek, és a Montpellierhez igazolt ki tavaly nyáron. Ott jelenleg nem a felnőtt csapatban játszik, de elmondja, hogy ott, hogy az a különbség a magyar és a külföldi csapatok között, hogy nem adnak lehetőséget a fiataloknak. Ebben az esetben, ugye mondtad Karesz is, te is, hogy honosítottunk a szélre egy játékost, ami szerintem ebből a szempontból öngól és bokán lőjük magunkat. Tehát ennél az is sokkal jobb lenne, hogyha 19-20 éves játékosok áldogálnának ott a szélen,
nekik ők gyűjtenének azzal tapasztalatot, hogy kihagyják ezeket az ittszereket, amiket kihagyott Pedro, amiket egyébként kihagyott Bóka is, tehát hogy ne csak Pedrót szóljuk meg, Bóka ugyanúgy kihagyta a tegnapi meccsen. Viszont tényleg a kettejük között, már mint Bóka és Pedro között az a különbség, hogy Pedrót mi választottuk, hogy azon a szélen legyen, Bóka pedig magyarként adott nyilván oda. Szóval igen, tehát ebből a szempontból itt lehetne szerintem egy váltás, hogy elkezdünk fiatalokkal oda menni, és előbb-utóbb majd a nem tudom, harmadik, negyedik világversenyükön majd lesz annyi tapasztalatuk, hiába lehet, hogy nem fognak olyan klubcsapatokban játszani, mint a Veszprém, vagy a Szeged, vagy akár ugye Terjék esetében a Montpellier, hanem mondjuk csak idézőjelben egy magyar első osztályú, vagy francia első osztályú csapatban játszanak, de hogy ott folyamatosan játszanak, és kapják a lehetőséget, gyűjtik a tapasztalatot, akkor előbb-utóbb lesz annyi tapasztalatuk, hogy mondjuk azt a 75%-ot, amiről az adás elején beszéltünk, azt azért tudják hozni abból a mennyiségű leadott labdából, amit kapnak. Itt egy dolgot hadd szúrjak be, mert szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, és úgy látom, hogy egyetértünk ebben. Az, hogy egy kiélezett, fontos, de még csak nem is elit csapat elleni mérkőzésen ilyen teljesítmény nyújtanak, és most akkor általánosítsuk le, bármilyen játékelemben ilyen hibák kiütköznek, az ezen a szinten az élsportban az nem arról szól, hogy bal lábbal kelt föl valaki. Az nem arról szól, hogy véletlenül úgy fújt a szél, meg nem volt jó a kávé a szállodán. Tehát ez nem ezekről a dolgokról szól, hanem ezek ennél, főleg, hogyha sorozatosan ugyanazokat a problémákat látjuk, már pedig 20 éve ugyanazokat a problémákat látjuk, akkor ezek mély, rendszer szintű, beágyazott problémáknak a kivetülései. Az, hogy lassabbak vagyunk, az, hogy nem jól regenerálódunk, az, hogy a szélsőink alacsonyabb százalékban lövik a helyzeteiket be, az, hogy nem tudunk egymás után két meccset megnyerni, az, hogy a női válogatott igazán nagy téttel bíró meccsen magasabb a jegyzett ellenfelet szerintem 8 éve nem vert meg. Ezek mind olyan problémák, amik mögött valami sokkal mélyebb van, és én látom, hallom, hogy itt vannak elemzések, meg zajlik a folyamat, meg a kompetíciót kommunikációra cseréltük, és hasonló dolgok történtek, de előbb-utóbb az élsport az egy olyan műfaj, ahol muszáj lesz eredményeket látni. Tehát muszáj lesz látni az előrelépést. Látnunk kellene azokat a 17, 18, 19 éves kölyköket, akik már most legalább közelében vannak ennek a szintnek, hogy mondjuk amikor 24-26 évesek lesznek, és a pályájuk csúcsán lesznek, akkor ennél jobbak legyenek a nemzetközi mezőnyhöz viszonyítva. Nekem a másik nagyon nagy probléma, hogy nincsenek ott ezek a nevek. Tehát név szerint tudjuk azt az egy embert, aki kiment külföldre szélsőként. Ebből kellene 6-8. Minimum. Minimum. Hát igen, igen, meg egyébként szerintem ebből a szempontból, most ez furcsa lesz, amit mondok, de hálásak lehetünk az MKS-nek, mégpedig abban a tekintetben, hogy ugye kipróbáltunk a férfi-női válogatott padján az elmúlt években minimum 8-10 szövetségkapitányt összesen, de lehet, hogy keveset mondtam. És azt látjuk, hogy távlatokban az eredmény mindig mindenkivel pontosan ugyanaz. Nyilván hát, felsoroltam a férfi kézilabda VB-kről. Folyamatosan az ötödik és a tizedik hely között vagyunk. Tök fölösleges arra beszélni, hogy ki az edző, meg hogy, meg ki hiányzik, meg egy... Tehát a végén az átlag, az tök szépen kijön. A női igen, tehát... eredmények ugyanúgy mutatnak tendenciákat, megyünk lefelé. Igen, tehát ezt akartam még hozzátenni, hogy tornákon belül nyilván van annak jelentőség, hogy egy edző mennyire nyúl bele, jó, mennyire érezve a dolgokra, igen, tehát lehet erről beszélgetni, hogy most Csavának mi volt a jó döntése, mi nem, de az ő személye egy ilyen negyedrangú, teljesen irreleváns kérdés az összkép szempontjából, tehát hogy egyszerűen mindenkivel ugyanez van, tehát hogy nyilván ennyi edző egyszerre nem lehet rossz, tehát hogy már a nagyszámok törvény alapján is, hogyha csak az edző személye lett volna mindig a hiba, akkor a nagyszámok törvény alapján egyszer bele kellett volna találni valaki olyanba, akivel aztán végigverjük a világot, és nem, és valószínűleg nem velük van a probléma, de
Szóval akkor beszéljünk egy kicsit arról így tovább menve, hogy mi várható a következőkben, mert ugye a magyar válogatott majd először Svédországgal játszik a középdöntőben, utána pedig majd jön egy brazíliai Zöld-Foki-szigetek elleni mérkőzés, és ugye ha azzal számolunk, hogy a két utóbb említett csapat ellen a portugálok és Izland is hozza majd a kötelezőt, akkor azzal kell számolnunk, hogy egy Svédország elleni győzelem lehetne az, amivel nekünk esély nyílna a legjobb 8 közé jutásra. Hát nyilván azért ez nem a realitás, tehát azért legyünk őszinték, de épp arról beszéltünk az elmúlt jó sok percben, hogy ez a csapat pozitív és negatív értelemben is képes a kilengésekre, és ugye azért, ha itt beszélgettünk így a magyar kézilabdás néplélekről, mondjuk fogalmazunk így, akkor azért azt is megszokhattuk, hogy egy-egy nagyobb vereség után azért sokszor jött egy meglepően nagy teljesítmény, tehát hogy ugye a Ferencvárosnál, például a nőknél évek óta figyelhetjük ezt, de eszembe jut például egy női válogatott világbajnokság is, ahol ugye kikaptunk Montenegrótól valami 15-16 góllal, tehát hogy valamilyen szintű különbség, és utána a hazai pályán vertük meg a dánokat nagyon jó játékkal, tehát hogy azért benne van a magyar csapatokban ez, hogy egy komolyabb vereség után megint jön egy erősebb teljesítmény, és hát nyilván erre szükség is van Svédország ellen, de megmondom őszintén, ilyen hasonló típusú meccsre számítok, mint amit a 2019-es VB-n vívott egymás ellen ez a két csapatok, ugye azon a tornán egyébként szerintem ez volt a magyar csapat legjobb meccse, közel is voltunk, végig ezen az 1-2-3 gólon ment a különbség, tehát hogy nagyjából ilyen volt a különbség, és aztán mégis végül azért a svédek magabiztosan be tudták húzni, nem volt valós győzelmi esély, és picit ettől tartok most is, hogy közel leszünk, küzdünk, közel játszunk a maximumunkhoz, de ki fog jönni az, hogy a svéd azért alapvetően még szerintem az izlandihoz képest is egy erősebb csapat. Én igazából erre annyit mondanék, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy nagyon-nagyon nagy csörtét látnánk a svédek és a magyar csapat között. Én azt mondom, hogyha, és ez most lehet, hogy közhely, hogyha az 50. perc környékén X, akkor szerintem bármi lehet. Én azt mondom még ide, hogy talán a döntetlen, ami szerintem szintén egy óriási bravúr lenne, akár az is elég lehet. És a döntetlen az, ami talán a svédeknek se rossz. De nyilván azért kézilabdában a döntetlenre játszani az teljesen lutri. Igen, láttunk már ilyet, hogy nagyon rossz meccs után nagyon jó jött. Nyilván bíznunk kell a válogatottban, mert ugyanúgy, és ezt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ugyanúgy a mi válogatottunk az a csapat, aki kikapott a portugálok ellen, mint az, aki megverte Izlandot 2 nappal korábban, és pontosan ugyanaz a csapat, tehát hogy tényleg, ténylegesen ugyanaz a 16 ember. Úgyhogy bíznunk kell abban, hogy ők erre képesek lehetnek, de ez nagyban fog függni a svédektől. Tehát ahogy említettük, hogy az izland elleni meccset talán az izlandiak vesztették el, itt is nagyon-nagyon sok fog attól függni, hogy a svédek hogy játszanak. Itt két ilyen kicsit szarkasztikus gondolattal indítanék, hogy ugyanaz lesz a csapat. Én remélem, hogy nem. Tehát azért azt gondolom, hogy Ebbe ebbe a csapatba egyetértünk. bele kellene most cserélni. És szerintem bele is fog a szakmai stáb cserélni. A másik, hogy a döntetlenhez majd megnézzük, hogy milyen bírókat küldenek, de ez megint inkább zárjuk be ezt a gondolatot. Hogy mit várunk, vagy mit várok a svédek elleni meccsen? Megalázzuk őket 30-29-re, én ezt szoktam viccből mondani. Benne van. Tehát, hogy ebben a csapatban a kilengések miatt, a hullámzások miatt, az elmúlt évek történései miatt simán benne van. De azért van egy ellenfél is a pályán, és ez a svéd csapat, ez most nagyon közel jár ahhoz, hogy az abszolút szűk elitbe tartozzon, ha már nem tartozik oda, de valószínűleg oda tartozik inkább. Nagyon jó keretük van, nagyon jó játékosaik vannak, vannak jó csere lehetőségeik, bizonyos posztokon két csapatot is fel tudnának minőségi játékosokkal tölteni. Jó a rendszer, összeszokottak, otthon vannak, én azt gondolom, hogy minden a svédek mellett szól, és szerintem nagyon rosszkor találkozunk a svédekkel. Én azt gondolom, hogy a top válogatottak általában ennek a középkörnek az első felére vannak a csúcsra járatva,
és semmi nem indokolja azt, hogy a svédek ezt a meccset ne vegyék komolyan. Az ő rövid és közép és hosszú távú céljaikhoz egyáltalán nem lenne jó az, hogyha a magyarokat visszaengednék ebbe a világbajnokságba, ebbe a matek szakkörbe, egy esetleges vereséggel az ő szempontukból nézve. És sajnos ezekre az északi válogatottra jellemző az, hogy amikor ennyire minden egy irányba mutat, akkor ők nagyon szépen végre tudják hajtani a megoldandó feladatot. Úgyhogy a viccelődés félretéve nagyon bízom a csapatban, nagyon remélem, hogy kijön megint az a dac, ami azért én azt gondolom, hogy ott van ebben a csapatban. Nagyon remélem, hogy megint tudnak egy picit inkább az érzelmekből erőt meríteni, mint mondjuk a fizikális dolgokból, mert szerintem abban erősebbek vagyunk, hogy érzelmi motivációs töltettel menjünk fel a pályára, mint azzal, hogy itt mi fizikálisan daráljunk be mondjuk egy svéd válogatottat. Viszont én azt azért hozzátenném, hogy itt most a stábnak is nagyon észnél kell lennie, mert egyáltalán nem kizárható az, hogyha hozzuk a másik két úgymond kötelező meccset, ha van egyáltalán kötelező meccs, hogy mi mindig lehet, benne lehet az, hogy odaérünk a VB-n összesítésben egy 9-10. helyre, és tekintettel arra, hogy Franciaország ugyebár házigazdája az olimpiának, és jó eséllyel a 8-ban ott lesz, az még mindig jelenthet majd akár kvalifikációs helyet, egy 9. hely is akár, hogyha itt jól matekoztam. Úgyhogy bátor és kicsit eretnek gondolat, de lehet, hogy ezt a svéd meccset nekünk nem is feltétlenül kell annyira ambicionálni. Én azt mondanám, itt az 50. perc előkerült, én azt mondanám, hogy ha fél időben ilyen 5-6 körüli mínuszban vagyunk, el kell kezdeni kegyetlenül rotálni a csapatot, pihentetni azt, akit pihentetni akarunk, és azt mondani, hogy nekünk akkor van még egy zöld foki, meg egy brazil meccs, azokat megnyerni, 6 pont, bízni abban, hogy esetleg azért játszik még Izland Svédországgal, játszik még Portugália Svédországgal ez a brazil csapat, és azért egy jó meccset összerakhatná egy VB-n, és nem ellenünk. Sok minden megtörténhet, és egyáltalán nem biztos, hogy ebben a középdöntő csoportban, hogyha a harmadik helyen futunk be, akkor nem jutunk ki az olimpiai selejtezőre. Úgyhogy hát azért ez itt igaz. Vannak kérdések. Ez igaz, csak azért nekem ez egy nagyon, nagyon merész számításnak tűnik, mert ugye ahhoz, hogy mi ne a negyedik helyen végezünk, hogy az kell, hogy vagy Portugália, vagy Izland belehibázzon a két kötelező meccsbe is, és ezt azért én nem nagyon látom magam előtt is, hogy ha negyedik hely van, akkor az a 12-től 16-ig valami, ami meg biztos nem fog selejtezőt érni. Tehát szerintem, hogyha mi selejtezőben gondolkodunk, akkor ezt a svéd meccset egy pontszerzéssel kell zárni. Hogy abban segítsetek, hogy Izland például kivel játszik, hogy milyen sorrendben játszanak, ezt nem tudom, hogy most így fejből tudjuk-e. Mert például a Zöldfoki kilenc szigetekkel emberrel játsz. Ki kell? Zöldfokival? Zöldfoki. Igen. Nem olyan jó, nem olyan jó. De, mert azt akartam mondani, hogy azért a sorozatosan 9 emberrel játszó Izlandnál azért mondjuk nem biztos, hogy 5. meccsre egy Brazília az olyan nagyon nagy, hogy mondjam, élményt jelent. Tehát ott azért még ott szerintem lehetnek érdekességek. Tehát ez az Izlandi, ez egy nagyon vékony csapat. A 5.-6. meccsre azért lehet, hogy egy picit csapágyasra lesznek járatva. Nem tudom, hogy ők például hogyan dolgozzák azt fel, hogy most akkor a portugálokkal megint számolni kell, és a gólarányba, a körbeverésbe most a portugálok állnak nagyon jól. Megnyomja őket esetleg ez a fél hazai pálya ott Svédországban? Nem tudom. Tehát én azért nem engedném azt el, hogy itt lesznek még meglepő eredmények, és amit igazából én ki akarok kitalálni, hogy jó lenne ezeknek a meglepő eredményeknek nem a rossz végére kerülni. És lehet, hogy többet ér az, hogy arra fókuszálunk, hogy elkerüljük, hogy valami nagyon nagy negatívum érjen minket, mint sem arra, hogy most 50 percig hadakozunk egy svéd válogatottal, aztán 2 nap múlva megint ugyanúgy, vagy ugyanolyan állapotba kerülünk, mint amit láttunk a portugálok ellen, és akkor jön valamelyik kisebbnek mondó csapat, aztán megcsíp minket. Persze, ez az abszolút jogos, de azért azt gondolom továbbra is, hogy ha mi tényleg selejtezőben gondolkodunk, és azt mondjuk úgy akarjuk kivívni, hogy a saját kezünkben van a sorsuk, és ne azzal kell számolni, hogyha a 35 másik meccsben a 33 úgy alakul, akkor ahhoz nekünk pontot kell szerezni a svédek ellen. De ahogy ti is mondtatok, ez abszolút nem ír el, és még akkor is, hogy nyilván a két csapat jelenlegi állapota alapján azért ehhez kell fantázia, de hát azt gondolom, hogy az Izland meccs előtt is kellett fantázia, úgyhogy hát bízunk abban, hogy jobb folytatás következik
a világbajnokságon, és természetesen a továbbiakban is jelentkezünk majd adásokkal, ha más nem a középdöntős csoport végén, de ha történik valami váratlan, akkor könnyen lehet, hogy előtte is, úgyhogy figyeljetek majd a csatornánkra, és köszönjük a mai figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Köszi mindenkinek, sziasztok!